Sziasztok! A mai adásban többek között megnézzük, mi a közös a spatulában. Ez itt a... Hogy két heti, de a múltkor három heti volt, úgyhogy ezek szerint jövő héten heti lesz, aztán három és fél napi, és így közelítünk aszimptotikusan a napi vloghoz. Mondjuk ez nem jön ki. Igen, az elmúlt hetekben szomorú családi események történtek, ezért kimaradtak adások nem csak itt, hanem podcast fronton is. Apropó podcastek, mindjárt nézzük, mi a közös a spatulában és a szegfűben, de előtte szolgálati közlemény rovat. A Beaton Network, aminek a Szertár Podcast is a tagja, szolgáltatót váltott, és az adások technikai hátterét már a nagy podcastekre szakosodott Megafonhoz költöztette át. Elvileg ebből is semmit nem vettetek észre, de ha esetleg nem érkezett meg a múlt heti Szertár Podcast adás, vagy nem találjátok valamelyik korábbit, akkor frissítsétek a podcast alkalmazásotokat, mert lehetnek gebaszok. Az e-heti adás csütörtökön jön, majd már elkezdtem vágni. Elvileg minden gond nélkül megjelenik majd azon a podcast felületen, amit használtok, de biztos, ami biztos, ellenőrizzétek még egyszer. Szóval ott tartottunk, hogy mi a közös a spatulában, a szegfűben és ebben a hídban. Nos, mindjárt elárulom, de mivel kimaradt a hónap harkája rovat, ezt pótolom. A hónap harkája rovat. Ezt nem fogjátok elhinni. Szóval van a nagy fakopáncs, van a kis fakopáncs, és ebben a hónapban a hónap harkája... Nem. Én nem tudom, hogy csinálják ezeket a névadásokat. Haló? Jó napot kívánok, egy új fajt szeretnék bejelenteni. Igen, madár. Egy harkályról van szó. Hát, fekete, fehér, piros, baszott nagy. Szeretném nagy harkályként bejegyezni, ha lehet. Aha, hogy túl kommersz. Hát, mit csinál? Kopácsolja a fát. Legyen nagy fakopács. Aha, hogy elgépelte, hogy fakopáncs, mint a bogáncs. És már nem lehet változtatni. Jó, akkor legyen nagy fakopáncs, oké? Okay. Jó napot kívánok! Van itt egy új harkály, amit szeretnék regisztrálni. Igen, hát láttam a honlapjukon, hogy van egy nagy fakopáncs, ez pont olyan, csak kicsi. Aha, lehet kis fakopáncs? Jó, köszönöm. Haló, madár regisztráció? A fakopáncs osztályt legyen szíves. Hát nem nagy, nem nagynak nem nagy. Hanem is kicsi, olyan... Közepes. Hölgyeim és uraim, a hónap harkája a középfakopáncs. Nem tudom, mi lesz, ha találnak majd egyszer egy háromnegyedest. Na mindegy. Nézzük inkább, hogy mi a közös a spatulában, a szegfűben, ebben a hídban, és a portugál zászlóban. Mihelyt megválaszoltam a kérdéseiteket, ahogy az előző videóban ígértem, jön a komment szekció rovat. 10 komment van, egy része algoritmus zavaró. Lesz-e új évada, ha jobban belegondolsznak? Én nem vagyok ellene, lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz, nem tudom, nem beszéltünk erről Marciékkal. Azóta megnyitott a világ, és azóta mindenki csinálja a saját dolgait, úgyhogy nem vetődött fel, nem zárkózom el, hogy legyen valami. Nyelvészet. A hóhányó, mint negatív jelző, nehezen értelmezhető, nem is a hómunkához van köze, hasonlóan jövevény szó, a cigányból jön a hohanó, hazug, csaló. Mondjuk így van értelme, ezt jelenti. Oké. Okay. Levente írja, hogy szia, a Tensegrity asztal nagyon menő. Köszi, én csináltam. És nem csak, hogy én csináltam, hanem én is terveztem az elejétől kezdve, úgyhogy ja, büszke vagyok rá. Most ezek után nem fogom a szátokba adni, hogy kérdezzétek már meg, hogy nem csinálok-e róla videót, mert hogy ezután ezt fogjátok kérdezni, és ez úgy nem lenne elég kreatív, úgyhogy találjátok fel magatokat. De azt is írja Levente, hogy apropó, a szia eredete érdekelne, ha utána tudsz nézni. Nekem az rémlik, hogy 57-ben említik először leírva. Én nem tudom, mert 57-ben még nem éltem. Ennek annak idején utána néztem, és úgy emlékszem, hogy a szervuszból jött valamilyen formában, úgyhogy a szervusz is él, meg a szia is, de nincsen köze az angol szíjához, vagy szíjúhoz. Azt szeretném kérdezni, hogy mondtad a videó elején, hogy 100 helyen voltál segíteni, szervezni ezt, azt, hogy te miből élsz. Leginkább abból, hogy nagyon keveset költök, úgyhogy amikor viszonylag sokat keresek, akkor abból félre rakok, aztán amikor meg viszonylag keveset, akkor pedig azokat a tartalékokat élem fel. Egyébként szabadúszó vagyok, főleg kommunikációs területen dolgozom, műsorokat vezetek, tréningeket tartok, ehhez hasonlók, illetve részt veszek különböző cégeknek a társadalmi szerepvállalási kampányainak a kidolgozásában, meg előadásokat tartok például nyarant a táborokban, úgyhogy ezek szépen lefedik az évet, emiatt viszont van, hogy 10 órákat is dolgozok heteken keresztül folyamatosan hétfőtől vasárnapig, ami elég fárasztó, úgyhogy ilyenkor van, amikor kimarad néhány hónap, és akkor tudok egy kicsit pihenni, magamra időt fordítani, vagy éppen lenyomorodni, mint ahogy ez novemberben történt. Az idén nem ezt tervezem, úgyhogy
csinálom a kis gerincgyakorlatokat, meg ilyenek, meg ásom a kertet, ami ellene hat. Na mindegy, elkanyarodtunk. Ezek mik ezek a zászlók? Ódob. Ezt értenem kéne, hogy mi? Én hülye vagyok zászlókból, a földrajz az nekem így teljesen kimarad. Na jó, ezt nem tudom, ezt majd megnézem. Lehet, hogy ezt értitek, és mindenki rajtam röhög most, hogy milyen hülye vagyok. Na jó. Ákos kérdezi, hogy hogy áll a birtok a gránátalma nagyhatalom felé jutásban. Idén már láthatunk-e a nagybanin szertáros gránátalmát? Itt van, tessék! Természetesen nem ott vettem, hanem az Aldiban, viszont igen, várható, hogy lesz valami fejlemény. Legalábbis, amikor most kint voltam a birtokon, már láttam, hogy elkezdtek kihajtani a gránátalmák. Nagyon-nagyon kellemetlen és udvariatlan volt az időjárás részéről, hogy tavaly májusban jött május vége felé egy mínusz 7 fokos fagy az egyik éjszaka, és akkor az kivitte szinte az egész állományt, mind a három bokromat, úgyhogy alig-alig bírtak sínylődni évközben, de az idén szerintem rá fognak kapcsolni, és odafigyelek rájuk. Rendhagyó történelem óra rovat. Oké, most már tényleg elárulom, hogy mi a közös a spatulában, a szegfűben, ebben a hídban, a portugál zászlóban és a naptáramban. Kezdjük a naptárral. Az eredeti terv az volt, hogy most 2-3 hétre visszamegyek Portugáliába, és ez az adás stílszerűen épp a Peneda-Gerês Nemzeti Parkból lett volna. De hát nem így alakult. És hogy miért szegfű? Mert hogy április 25-e az egyik legnagyobb nemzeti ünnep Portugáliában. 48 éve volt ugyanis az úgynevezett szegfűs forradalom. Nézzük, mi vezetett idáig. Nem vagyok történész, úgyhogy itt-ott sántíthat. Kezdjük onnan, amikor az ibériai félszigetet még az iszlámok lakták, vagy más néven a múrok. Egyszer csak a portugálok felvetették a kérdést, hogy moro lesz, és inkább az utóbbi mellett döntöttek. Múresre tanították a berbereket, és hazaküldték őket. Miután megalapították a portugál királyságot az újonnan szerzett területeken, szétnéztek, hogy hova mehetnének még. Ekkor az egyikük kitalálta, hogy foglalják el a mai Spanyolország területét, és felkiáltott, hogy vamos para o este! De mivel ez tök ugyanúgy hangzik, mint a Vamos para o este, a többiek félreértették, és inkább felfedezték, és gyarmatosították a világot. Mondjuk, akiket felfedeztek, azok nem nagyon értették, hogy miért kellett őket felfedezni, hiszen ők eddig is tudták, hogy ott vannak, de erre majd visszatérünk. Királyok jöttek, királyok mentek, aztán a 20. század elején itt is besűrűsödött a történelem. Puccsot követett. Egészen 1933-ig, amikor jött egy António de Oliveira Salazar nevű fickó, és azt mondta, hogy jó van, srácok, ebből elég lesz. Csináljunk inkább egy új államot. A névválasztás terén nem volt túl kreatív, úgy nevezte el, hogy Stado Novo, vagyis új állam. Hát halljatok csodát, messze földön hírekelt a rendszerének. Erről szólt például egy régi indexes cikk is, a miért volt minta a magyar politikusoknak a portugál diktatúra, be fogom linkelni. Ebből is felsejlik azért, hogy amikor az ember elkezdte kapargatni a felszínt, azért látszottak az új állam hátulütői is. Egy idézet a cikkből, ami jelzi, hogy a korabeli újságíró nem pont azzal szembesült, mint amit látni vágyott. Hol van Salazar? Kérdezzük. Mikor a majd 3/4 milliós fényes főváros közepén pár lépésre a legszélesebb sugárút promenádjától, még az embereknél is jobban elkorcsosult, kutyanagyságú szamarak kapaszkodnak föl a fehér neművel fellobogózott ócska sikátorokon, és hátukon cserépkorsókban olajat meg petróleumot cipelnek, mert a szegénység még most is ezzel világít itt. A közkutak rozsdás csorgóinál százával vár sorára az otthon nyilván vízvezeték nélkül élő lisszaboni proletár. A postahivatalok bejáratánál, mint a Bessinában, levélfogalmazó írnokok várják kis asztalaiknál az analfabéta ügyfeleket. Az új állam valahogy nem úgy csillogott, mint ahogy azt az ember elvárná. Salazar emellett legendásan fösvény volt. Nem véletlenül róla nevezték el a konyhai spatulát, amivel az utolsó cseppeket is ki lehet takarítani az edényből. Jó, hivatalosan spatulát buhása, de mindenki Salazarnak hívja. Mindeközben a gyarmatokon is egyre inkább feltették a kérdést, hogy Portuguese or less. De ennek nem volt csak értelme, úgyhogy inkább függetlenségi harcokba kezdtek. Otthon az emberek szegények voltak, rengeteg pénzt elvittek a gyarmati vagy függetlenségi háborúk, attól függ, hogy honnan nézzük, úgyhogy inkább szegfűt raktak a puskacsövekbe, és elindultak inkább demokráciát csinálni. Ez lett a Revolução dos Cravos, vagyis a szegfűs forradalom 1974. április 25-én. A korábban Salazarról elnevezett lisszaboni Golden Gate hidat izébe át is nevezték április 25-e hídra, nem kis fejtörést okozva ezzel a turistáknak, akik amikor meghallják, hogy pont 25 de abril, akkor
forgatják a Google Maps-et, és nem találják, hogy miről van szó. Ezen a napon nem ritka, hogy a portugálok egy szál vörös szegfűvel ünneplik a szabadságot, kb. Úgy, mint mi magyarok kokárdával a március 15-ét. Mondjuk a portugálok, ha úgy veszük, akkor győztek. Önmagukat győzték le. És erkölcsileg ez a legfontosabb győzelem. Mint ahogy én is legyőztem magam. Izgalmas kísérlet volt ez a heti hatás, de nem biztos, hogy ezt fent tudom így tartani. Legalábbis ebben a formában, mert ha gyűjtöm az anyagokat, de közben jön valami meló, vagy természeti katasztrófa, vagy bármi, akkor nem tudom megvágni, és kb. Kuka minden, mert hogy elveszti az aktualitását. Úgyhogy lehet, hogy inkább át kéne állni arra, hogy naponta, pár naponta, amikor felmerül valami, akkor tolom ki a dolgokat, de ezt az algoritmus általában nem szokta szeretni, hogyha nem rendszeresen vannak a dolgok, mondjuk most rendszeresen vannak. Instastory-ba egyébként ki szoktam rakni gyors dolgokat, de azoknak a szerkesztése is rohadt sok időt elvesz, ez bele se gondolnátok, de van, hogy órákig ülök és pötyögöm a dolgokat, mert szeretem ellenőrizni az infókat, még akkor is, hogyha egyébként biztos lennék magamban. Mondjuk ez a múltkor pont nem jött össze a kardos lepkénél, de törekszem rá. És amikor van egy-egy jobban belemenős, magyarázós történet, akkor úgy érzem, hogy jó lenne ezt videóban feldolgozni, de az meg még több idő, úgyhogy ezt így görgetem magam előtt, közben pedig azért figyelnem kell arra is, hogy munkám is legyen a jövőben, szóval dilemmás ez rendesen. Jó, lehet, hogy csak túl gondolom. Ettől függetlenül clickbait címes tartalmak jönnek, pár naponta, hetente, pár hetente, ahogy kijön. Iratkozz fel, nyomd meg a kolompot, és akkor nem fogsz lemaradni. Sziasztok!